Alberto. Olimpia. Köszöntelek titeket a Pokoly Olimpia. Hűá, nézzétek már, bemelegítenek. Ato, Pokoyo és Eli. Na jó, akkor... Hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem a Pokoly Olimpia legelső versenyszámát. Nem is húzom tovább az időt. Ismerkedjünk meg a futókkal. Első a kék ruhás sportoló, Pokoyo! A következő senyápic a szavajárása az, hogy... Ő Pato! A verseny színvonalát egy hölgy is emeli! Eli! Bocsánat, Eli! És most a fotók felkészülnek az indulásra. Na jó, akkor mindenki felkészül? Vigyázz! Kész! Rajt! Hű, micsoda meglepetés! Ez egy körbe-körbe futó verseny! Nézzétek, hogy rohannak! Azt hiszem, ilyen versenyt még soha nem láttam, ki bírja legtovább! Ajjaj, Eli feladta. Vajon ki fog győzni? Pokoyo, vigyázz! Jaj, de kár! Bravo! Mindannyian nagyszerűen futottatok. Meg tudja mondani valaki Pokoyónak, Pátónak és Elinek, hogy ki nyerte a versenyt? Pato, gratulálok! Te nyerted a versenyt! Mi az, Pato? Ja, persze, az érmed. Hát... Tű, micsoda fantasztikus érem! És most mi legyen a következő versenyszám? Kinek van ötlete? Rendrakás verseny. Játék a dobozba, játék a dobozba. Ó, micsoda remek ötlet, Pokoyo. És a következő versenyszáma? Gyors rendrakás. Pontosan. Felkészülni, vigyázz, kész. Nagyszerű, Eli! Biztos van valami, amiben te vagy a legjobb. Egyébként már tudom is, hogy mi legyen az utolsó versenyszám. Rendezzünk egy... kacagó versenyt! Kacagó? Íme, Polip is megérkezett!
Szerintetek ki kacag a leghangosabban, a legtovább és a legkacagósabban? Pokolyó! Pokolyó a győztes! Úgy bizony! Pokolyó a győztes! Látod, Pokolyó? Nem kell mindenben a legjobbnak lenned, mert valamiben mindenki jó. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Színező. Á, itt van Pokolyó. Ahó! Ha-ha! Tűha, milyen szép játékok! És milyen szép színesek! Mi az, Pokolyó? Látsz valamit? Hűha minden itt! Mit találtál, Pokolyó? Érdekesnek látszik. Gombokat! Jó, miért is ne? Próbáld ki! Nyomj meg egy gombot! Meglátjuk, mi történik. Oda süss! Pirossá változott a vonatod. Oda süss! Hű, vajon mitől változnak meg a színek? Te tudod, Pokolyó? Segítene valaki Pokolyónak? Szerintetek mivel változtatja meg a dolgok színét? A gomnyomkodással! Úgy bizony! Azt hiszem, igazatok van. Pokolyó megnyomja a gombokat a játékon, és a színek megváltoznak. Pokolyó, most próbálj egy másik gombot megnyomni. Igen, tényleg a játék az. Az változtatja meg a dolgok színét. Csodálatos! Thank you.
Ho-ho, az összes kocka piros lett. Igen! A rádió is új színt kapott. Hűha! Pato, vigyázz! Ajjaj! Ó! Oh. Ajjaj! Hoppá! Színe! Ajjaj! Csak óvatosan, Pokolyó! 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 Élvezed a színváltogatást? Igen, és mit gondolsz, a többiek is élvezik? Tényleg? Visszaváltoztatnál mindent olyanná, amilyen volt? Szerintem biztos, hogy menni fog. Csak azt kell tudnunk, hogy ki milyen színű pontosan. Tudna valaki segíteni Pokolyónak? Kiáltsatok egy nagyot, amikor Pokolyó eltalálja a helyes színt. Kezdheted, Pokolyó, vegyük végig a színeket. Először is, Pato, milyen színű? Rózsaszín? Nem! Kék? Nem! Sárga? Igen! Pato, sárga! Jól van, lássuk csak, ki van még. Ó, igen, Eli. Na nézzük. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy Eli milyen színű szokott lenni? Sárga? Nem! Kék? Nem! Eli rózsaszín! Igen, hát persze, hogy rózsaszín. Szerintem most már minden rendben van. Mi van, Pato? Mi a baj? Ajaj! Pato sapkája még mindig más színű. Látod, Pokolyó? Ügyes vagy, Pokolyó! Ügyesek vagytok mindannyian! Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk! Csetepaté. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Ó, és ha-ho, Pato! Te is itt vagy! Ezt nevezem együttműködésnek. Pokolyó dobálja fel a téglákat, Pato pedig a helyükre rakja őket. A csapatmunka mindig nagyon hasznos. Fantasztikus építmény! Kitalálja valaki, hogy mit épít Pokolyó és Pato? Kastélyt. Úgy bizony. Ajaj, Pokolyó. Most mi lesz? Patónak szüksége volna még egy téglára, de te már az összeset felhasználtad. Pokolyó, szerintem ez nem olyan jó ötlet.
Ó, Pokolyó, Pato! Semmi okotok arra, hogy haragudjatok egymásra. Senki sem tehet róla. Pato szeretett volna még téglákat, és Pokolyó csak segíteni akart neki. Ugyan már, béküljetek ki. Ne! Pokolyó, Pato! De jó, megjött Eli. Ő talán majd elsimítja ezt a nevetséges civakodást. Nézd csak, Pokolyó! Hát ez tényleg nehéz helyzet. Meg tudjátok mondani Pokolyónak és Pátónak, hogy Eli szerint mi a megoldás? Legyetek barátok! Barátok! Szerintem Pokolyó és Pátó most megtanulta, hogy barátkozni sokkal, de sokkal jobb, mint haragudni. Éljen Pokolyó és Pátó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pátó! Eli! Thank you.
hangos mese. Ott van Pokolyó, Pátó és Eli. Ó, mindenki. Tyű, ez egy ruhás doboz. Mit gondoltok, mit akarnak ma játszani? Tudja valaki? Öltözködjön! Micsoda remek ötlet! Mese! Mese! Mit szeretnél? Mondjak el egy mesét. Ti pedig majd eljátszátok a szereplőket. Hű, hát ez csoda jó móka lesz. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy elég jó mesemondó vagyok. Készüljetek fel mindannyian! Hol volt, hol nem volt. Messze-messze egy távoli birodalomban élt egyszer egy bátor ifjú herceg. Ajaj. Várjunk. A herceg az, akinek koronája van. Meg tudja mondani valaki, hogy melyik barátunk a herceg? Úgy bizony, Pokolyó az. Bocs, fiúk. Na, hol is tartottam? Ja, igen. Az ifjú herceget Pokolyó hercegnek hívták. Hurrá! Nagyon-nagyon bátor volt, és nagyon jó képű. És erős. Ja, és persze magas. Igen, de ez a herceg nem egyedül élt ám a birodalmában. Nem. Élt ott még egy gyönyörű elefánt hercegnő, aki... Nem, madárra nincs szükség, köszönjük. Szundi madárka, köszönjük. Elég az hozzá, hogy ő volt a világ mindenség legelbűvölőbb, legbájosabb teremtménye. Olyan kecses volt, és olyan gyönyörű, és olyan erős. Hát ez igazán káprázatos, Eli. Őszintén szólva nem egészen ilyen mesét akartam elmondani, de... Szerintem egy súlyemelő hercegnő is pompásan beleillik. Na. Hol is hagytam abba? Igen. Ez a kecses, finom hercegnő szerette a herceget. És a herceg viszont szerette őt. Ó, nem is megy ez olyan rosszul. Mégis szomorú volt, vigasztalhatatlanul. Mert nem mehetett ki játszani Pokolyó herceghez. Egy bolond kacsa nem engedte. Gonosz volt, és bal... Ugyan már? Ne csináld ezt, Páton, na! Ebben a mesében te vagy a gonosz. Ígérem, hogy a következőben a herceg leszel. Rendben? Tényleg? Megígérem. Jól van. Szóval, ez a bolond kacsa tényleg nagyon gonosz volt. És bolond. Bolondabb. Csak még egy icipicikét bolondabb. Ez így pompás. Köszönöm, Pato. Egyszer észrevette, hogy közeleg az ifjú herceg, és elhatározta, hogy örökre előzi rettentő szilaj tűzokádó sárkányával. Igen, aki rávetette magát a hercegre, és rögtön elkezdte puszilgatni. Ajaj. Elég az hozzá, hogy ezek után a bolond kacsa annyira mérges lett, hogy elküldte legjobb vitézét, Szundi lovagot és rettentő seregét. Ó, igen. Halihó, Szundi madárka. Pokolyó herceget ezúttal közrefogták. Nem menekülhetett. Mit tehetett? Meghívta őket uzsonnára.
Miért is kérdeztem meg? Aztán, hogy szondítsanak egyet az ágyában. Ám a bolond kacsa továbbra is nagyon mérges volt rá. Annyira, de annyira mérges volt, hogy locsolni kezdte a virágait. Az elefánt hercegnő pedig rollerre pattant és elrobogott. Eli, Eli, de hát ez nem a... Pokolyó herceg pedig szágoldozott a kis autójával. És a bolond kacsa vedd magának egy kanárit. Na várjunk csak egy percet. Értem már, igen. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer pár barát, akik nagyon szerettek játszani egymással. Milyen szép mese! Éljenek a mesék, és éljen Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.